harmadik kerület szívében található a Wild West West End lovas divatüzlet, ahol a következő vlogunkat forgatjuk a lovasok.hu-val. The absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter. But it's all you can expect from men like that. Tehát nekünk két élethivatásunk van, tulajdonképpen ezzel a bolttal. Egyik, mikor megvalósítottuk a gyermekkorunkat, de mindenki a Western világban nőtt fel, és nem volt Magyarországon sehol olyan bolt, legalábbis mi nem tudtunk róla, ahol elérhető lett volna ez a fajta divat irány. The bus is bound for Niles Bend and Harbor. The ladies wear perfume to sky your nose. And the only way to reach them is to scare them. That you know little, I suppose. Tehát nekünk egy divatirány, az egyik hivatásunk, a másik az életérzésnek a sugárzása. Mert hisszük azt, hogy minden a természetből fakad, és a természetbe tér vissza. Hát ilyen, hogy a lovasvilág is, a gyermekkori szerelmünk az megvolt, tehát gyermekkorában mindenki lovas akar lenni, vagy indián, vagy cowboy. És szigorúan cowboy és nem cowboy. Tehát csak cowboy. It's a magical and mystical performance. You perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection and Jesus on your side and in your soul. Gyerekkorunk olyan szerencsénk volt, Jenő erdélyi, ott minden második udvarban van ló. Uh-huh. Én egri vagyok, Eger környékén pedig hegyek tele vannak lovastanyával. Tehát arra volt lehetőségünk, hogy gyerekkorunkban el tudtunk járni ezek lovastanyákra. Tehát ugye mi úgy vagyunk, hogy ló is ember. Uh-huh. Nyilvánvaló. She had rings on every finger and 10 bracelets. Some touch with powers given by sage. He had contemplated giving her his wristwatch. Time for him had long since gone its way. Mikor épült ebbe a betontengerbe az első boltod? Hát ez volt az első. Ez 2000 májusában nyitottunk. Örülünk neki, hogy így megkapaszkodott, mert volt benne izgalom, hogy ez a, tehát mennyien lesznek, akik ezt ilyen szinten kedvelik, mint mi. Nem tudtuk. De aztán kiderült, hogy nagyon sokan. Csak mivel nem volt móduk hová menni ezt a ruházkodást, ezt az életérzést megélni, ezért nem láttuk az utcán sem ezeket a kóboly őrülteket vagy indián fanatikusokat, mert nem volt ruházkodási lehetőség. Uh-huh. És aki betér hozzánk, tehát inkább úgy jön be, mint egy klubba. Persze nyilván bejön, mert a szüksége van csizmára, ruházatra, bármire, de valójában úgy, mint egy klubban. Elüldögél két-három orosz, hát elbeszélgetünk. Uh-huh. Tehát szerencsére megvalósult az elgondolásunk is, hogy ez nem üzlet, gyerekek, ezt az életnek csináljuk. Az persze, nyilván eladni kell a terméket, mert különben be kéne zárni. Persze. De tehát még ez a munkánk. De ezt mondom, ez inkább misszió szívünkből egy gyerekkori álom végre, tehát. Hány százalék kedvezmény jár a lovasok.hu klubkártya tulajdonosoknak, ha betérnek hozzátok? Hát reméljük, hogy betérnek, és szeretettel látjuk őket, mégpedig ezt megtámogatnák a klasszik kártya esetében 5%-kal, az ezüst és az aranykártya tulajdonosoknak pedig 10%-ot szeretnénk adni ezzel és segíteni, hogy fel tudjanak öltözködni a szép csinos Western ruházatba. In the back streets of the city he would shuffle while spinning on his heels and chewing beef. He'd promise her he'd be a vegetarian, but he could not control his lust for meat.